Sziasztok! Ebben a kirakásban megnézzük, hogy mit hoz nekünk az ikrek új hold. Az új hold mindig az új kezdeteket jelenti, az új lehetőségeket, a megújulást az életünkbe. Egy ciklus végét és egy új ciklus kezdetét jelzi. Az ikrek levegősi egy fontos neki a kommunikáció, hiszen a Merkur bolygó uralma alatt áll, a jegy szülötte, kedves, szeszélyes, kicsit türelmetlen, de jó indulatú, sok téma érdekli, ám kevés az a terület, amiben el tud mélyülni, de ha valami igazán érdekli, akkor képes elmélyíteni a tudását. Ez az időszak segít nekünk abban, hogy mi is megtanuljunk elmélyedni a dolgokban, tudjuk kifejezni az intellektuális és művészi képességeinket, koncentráljunk az élet örömeire, a megoldandó feladatokra, a sérelmek lezárására. Az ikrek laza, játékos, derűs szellem, próbáljuk ezeket a tulajdonságokat hangsúlyozni magunkban. Az ikrek maga a hírvivő, az is lehet, hogy most olyan információkhoz jutunk, amit tudunk hasznosítani a jövőre nézve. Az indián taromból a kardok hatost húztam, tipikus levegős jegy, hiszen a kardok maga a gondolatok, a kommunikáció kártyája. Arra hívja fel a figyelmet, hogy most el kell indulni. Valamiben döntened kell, tedd fel magadnak a kérdést, mi az az életterület, ami lezárásra kerülhet nálad. Munka, párkapcsolat, negatív gondolatok? Látjuk, hogy az az indián hölgy a csónakra felpakolja az értékeit és elindul ismeretlen területek felé. Az is lehet, hogy az érzelmi területtel lesz elindulás, megújulás, hiszen ott van a víz szimbóluma, a repülő madár jelenléte egyfajta felszabadulást jelent. A kártyám arra hívja fel a figyelmet, hogy te is indulj el, ha még ismeretlen számodra a terület, ami akár utazással, helyváltoztatással, költözéssel is járhat, akkor is meg kell tenned az első lépést, most nem szabad halogatni. Az is lehet, hogy ez a változás az érzelmek területén egy kapcsolat lezárását hozza magával, vagy egy munka, vagy az emberi kapcsolatok megújulására utalhat. Arra hívja fel a kártya a figyelmet, ha már valami elavult az életedben, keres új feladatot, új célt magadnak, új párkapcsolat, új munka, itt a gondolatok tisztaságára kell fókuszálni, össze kell tenni fejben, hogy mi az első lépés. A cigány kártyámból a bíró a hivatalos jogi ügyekre is utalhat, munkára, tanulásra, valamilyen döntés kell meghoznod az életedben. Az is lehet, hogy sokatoknál egy hivatalos ügy, akár egy válás is, ami megoldásra kerülhet. Itt is a levegő elem, ami hangsúlyos, arra is felhívhatja a figyelmet, hogy ne ítélkezz mások felett. A munkakeresésben vagy, akár egy biztos munkát is jelenthet, egy magasabb pozíciót, hivatalossá tételt, házasság, eljegyzés, valamit most meg kell lépned. Az asztal, mint szimbólum ezen a kártyán a stabil alapokat jelenti, az isteni igazságszolgáltatást, a könyv szimbóluma a tanulást is fókuszba állítja, hiszen a kardok, a levegő elem, a fejben lévő dolgok, a tanulás, a tudás, a gyarapítása, amire utalhat. Az istennők kártyámból Athénét húztam, egy görög istennő, ami szintén az igazság, a háború és a jog istennője. A művészetek is, a kézművesség is ide kapcsolható, gyönyörű párhuzamban az igazság, a tanulás, amit a bírólapja szimbolizál. Athéné Zeus gyermeke, a mitológia szerint Métisz gyermeke, a bölcsesség istennője. Egy jóslatban az állt, hogy a születendő gyermeke sokkal okosabb és nagyobb lesz, mint ő, mint maga Zeus. Zeus feldühödött a jóslat hallatán, élve lenyelte a várandós Métiszt. Métisz a férje gyomrában mellvértet és sisakot készített lányának. Amikor a sisakot kezdte kalapálni, Zeus feje majdnem széthasadt a fájdalomtól. Héfaisztosz sietett egy bölcs a segítségére, kalapácsával Zeus fejére egy ütés mért, így Athéné kipattant a fejéből. Zeus fájdalmai elmúltak, és azonnyomban megszerette a lányát. Zeus legkedvesebb gyermeke lett, olyannyira, hogy a pajzsát is neki adta. Athéné kezében ott vannak a fegyverek,
A háttérben ott van a pajzs, a lándzsa, mellvértben van, szent állata a bagoly volt, ami ugye a bölcsesség szimbóluma, a tudás szimbóluma, athéni istennő oltalma alatt álltak a városok, amiért meg kellett küzdeni. Az első volt Athén, Pallas athéni, ami fegyverforgatót jelent, ami a harcokra utal, és az igazságot szolgáltató athénére, mivel a kártyáimon megjelent az út, a mozgalmasság azt is jelentheti, hogy ebben az időszakban tervezheted az utazásodat, támogatva van a mozgás, a költözés, az is lehet, hogy Görögországba mész. Összességében ebben az időszakban támogatva van minden olyan tevékenység, ami a kommunikációval, a mozgással van összefüggésben, hiszen a kardok hatos is. Ez szimbolizálja számunkra akár egy tengeren túli utazás, akár Görögországba is. Athéné ezt üzeni nekünk, tiszta gondolatokkal, kommunikációval, akár bebiztosíthatod magadnak a munkádat, valami most elengedésre kerül, döntések lesznek az életedben. Ebben az időszakban minden mozgással kapcsolatos dolog támogatva van, költözés, összeköltözés, utazás, akár egy új gépkocsi vásárlása is, hiszen a bíró hivatalos dolgokat is jelenthet, bármilyen szerződést.